Ebben a leckében Elizeus prófétával ismerkedhetünk meg. Elizeus Illésnek a tanítványa, akit a Királyok első könyvének 19. fejezetében hív meg Illés. Elizeus éppen a szántóföldön van, 12 iga marhával, és ő maga is részt vesz a szántásban, amikor Illés oda megy hozzá, és szó nélkül ráteríti a palástját. Ez volt a meghívásnak a jele, így fogadta őt tanítványául. Miután Elizeus elbúcsúzott a szüleitől, levágott egy marhát, abból a húst megfőzve a szolgáknak adta, azután elment és követte Illést, az ő szolgája és tanítványa lett. Miután Illést a tüzes szekéren Isten fölvette a mennybe, azután Elizeus lesz az, aki átveszi az ő helyét. Ő lesz az Úrnak a szószólója, vagyis a prófétája. Amikor beérkezik egy városba, nem sokkal ezután, ott azzal fogadják, hogy igaz, hogy ez a város ez nagyon jó, de a vize rossz, és a földje terméketlen. Mire ő az Úr üzenetét közvetítve azt mondja, egészségessé tettem ezt a vizet, s nem származik többé belőle sem halál, sem terméketlenség. Ezt mondja a próféta, miután azt kéri a város embereitől, hogy tegyenek sót a kútba. Amikor onnan elindul, Bételbe megy, és útközben jönnek, és csúfolják a prófétát. Azt mondják neki, gyere föl, kopasz, gyere föl, kopasz. Mire ő hátra tekint, megátkozza őket, és erre két medve jön ki az erdőből, és 42-t a csúfolódók közül széttép. Ez a történet azt jelzi, vagy arra akar tanítani, hogy Isten emberének tisztelet jár. Tehát Elizeus ugyanazzal a tekintéllyel és hatalommal lép föl, mint Illés, és valójában Isten nevében lépnek föl a próféták, tehát maga Isten cselekszik általuk. A Királyok második könyvének 4. fejezetétől több kisebb történetet olvashatunk, amelyben Elizeusról úgy írnak, mint aki segít a legszegényebbeken. Mind az apró az élethez tartozó nehézségek kerülnek elő, leginkább a szegénység, az éhezés, a nélkülözés, és Elizeus próféta az, aki Isten eszközeként ezeknek a szegény embereknek a segítségére siet. Rögtön az első történet, az özvegy asszony olaja. Itt odajön egy asszony a prófétához, egy asszony, akinek a férje próféta volt, de már meghalt, tehát egy özvegy asszonyról van szó, aki nagyon szegény, és oda megy Elizeushoz, aki megkérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Mondd meg nekem, mit van házadban. És az asszony elmondja, hogy neki a házában csak egy kis olaja van, kis olyan olaj, amivel meg szokta kenni a testét, tehát egy ilyen hidratáló, gyógyító olajról lehet szó. Elizeus azt mondja neki, hogy kérjen kölcsön minden szomszédjától edényeket. Az özvegy asszony körbejár, kér edényeket, azután be kell zárkóznia, és ki kell töltenie azt a kevéske olajat az edényekbe. És ahogy tölti, tölti, az olaj nem fogy el, és minden edényt megtölt, minden kölcsönkért edény tele van, és az olaj mégsem fogyott el. Azután Elizeus azt mondja, hogy ezt az olajat, amit most kitöltögetett, ezt el tudja adni, és ez segít abban, hogy ne legyen annyira szegény.
következő történet egy halott feltámasztás, ami nagyon hasonlít ahhoz, ami a történethez, amellyel megismerkedtünk Illés esetében. Itt a helyszín az Sunám. Ugyanaz a történet, tehát van egy család, amelyik befogadja a prófétát, ugye ott egy özvegyasszony volt Illésnél, akinek az egyetlen fia halt meg. Itt viszont egy házaspárról van szó, akiknek nem volt gyermekük. És a próféta ott léte által is Isten megáldja őket, és születik egy gyermekük. Aki azonban, miután felnövekedett, kiment egy nap apjához, az aratókhoz, és arra panaszkodott, hogy fáj a feje. Azután hazavitték az édesanyjához, és ott a karjaiban halt meg. Ez a legnagyobb fájdalom, saját gyermekét, saját kisfiát temetni. Viszont, ahogy ott az előző történetben Illés szavára, úgy most Elizeus szavára Isten visszaadja az életét ennek a fiúnak. Azt mondja a Szentírás, hogy Elizeus bement, rázárta az ajtót magára s a gyermekre, és imádkozott az Úrhoz. Mire az Úr föltámasztotta a gyermeket, és a próféta visszaadhatta édesanyjának. Következő rövid történet a keserű ételekről. Itt arról volt szó, hogy voltak próféta tanítványok, akik a próféta közelében éltek, tanítását figyelték, maguk is próféták voltak, és általában nagyon szegény csapat volt ez. Föltettek egy nagy fazekat, és főztek főzeléket. Azonban, akinek főznie kellett, teleszette a palástját vattökkel, és miután visszatért, belevagdalta a főzelékes fazékba, mert nem tudta, hogy mi az. Ez egy mérgező növény volt. Amikor megízlelték a főzeléket, felkiáltottak ezek a próféta tanítványok, és azt mondták, halál van a fazékban Isten embere, és nem tudtak enni. Erre Elizeus így szólt, hozzatok lisztet. Hoztak lisztet, beleszórta a fazékba, és azt mondta, tálald ki a népnek, hogy egyen. És nem volt többé semmi keserűség a fazékban, vagyis Isten megóvta őket, tehát ami mérgező volt előtte, az most ehetővé vált. A következő történet is szegénységben játszódik. Isten emberének kenyeret hozott egy ember, 20 árpa kenyeret és egy kis friss gabonát a tarisznyájában. És Elizeus arra kéri, hogy ossza szét ezt a kenyeret a próféta tanítványok közül, mire a szolga visszakérdez, ugye a prófétának a szolgája, az egyik tanítvány, mi ez ahhoz, hogy 100 ember elé adjam? Eszünkbe juthat a kenyérszaporítás története Jézus életében. A próféta azt válaszolja, add csak oda a népnek, hadd egyen, ezt üzeni ugyanis az Úr, esznek is, marad is. Oda teszik.